ezek az ekcéma leggyakoribb fajtái. A számos típusa létezik ugye az ekcémás bőrbetegségeknek, a különböző ekcéma típusok ellenére a terápiában ugye vannak alappillérek, amik közös pontok a kezelésben. Mindegyik típust más és más faktor válthatja ki, ugye közös bennük a bőr védő funkciójának a zavara. Különböző okai lehetnek a bőr barrier sérülésének, és egyszerre több típusú ekcéma is jelen lehet. Ugye a kiváltó okok alapján megkülönböztetünk endogén, illetve exogén formákat. Az endogén az azt jelenti, hogy valamilyen belső genetikai hajlam határozza meg ugye a kialakulását, az exogén ekcéma esetén pedig, hogy mivel érintkezik az adott bőrterület, tehát egy külső tényező a meghatározó, nézzük is, hogy melyek a fő típusai. Na most az első az atópiás dermatitis. Ugye az atópiás dermatitis nagyon gyakori bőrbetegség, atópiás ekcémaként is emlegetik. Ugye nagyobb százalékban érint gyerekeket, tehát több az előfordulás a gyerekeknél, mint a felnőtteknél, de bármely életkorban előfordulhat. Multifaktoriális, krónikus bőrbetegségnek számít, ugye a bőr védő funkciója károsodik, emiatt megfigyelhető az atópiás dermatitis ördögi köre, ami így zajlik, sérült a bőr barrierje, ezáltal ugye a védekező képessége is, aztán az irritáló anyagok és az allergének így könnyen bejuthatnak, ezek gyulladást váltanak ki, ami viszketést provokál, ugye, a vakarózás pedig újabb bőrsérüléseket okoz, és a kórokozókat is oda sodorja. Jellemző az atópiás ekcémában, hogy a bőr gyorsan veszít vizet, kipirosodik, hámlik, viszket, kiszárad, és berepedezik. A tünetek ugye néha felerősödnek, időnként fellángolnak, majd enyhülnek. Bizonyos tényezők is kiválthatják és erősíthetik az ekcémát, ugye többek között a hideg, meleg, a háztartási és a kozmetikai termékek, a műszálas vagy a gyapjú ruházat is. Ugye az atópiás hajlam gyakran társul rinitisszel, vagyis az orrnyálka hátyagyulladásával, allergiás tüneteket okozva, vagy asztmával, allergiás kötőhártyagyulladással, gyermekkori ételallergiával. Általános nézet az, hogy nem egy gyermekkori kórképről van szó, hanem élethosszig fennálló különböző klinikai formákkal jelentkező betegségnek tekinthető. Éppen ezért fontos különböző praktikák alkalmazás ugye mindennapokban, hogy hosszú távon javulhasson az életminősége az ekcémával küzdő betegeknek. Na most a bőr szárasság miatti viszketést, majd a gyulladást minél hamarabb érdemes elkezdeni kezelni. Ugye az ekcémának a lokalizációja nagyon különböző lehet, viszont a gyulladt, sebes bőr felülfertőződésére mindenképpen figyelni kell. A következő a kontaktdermatitis, ugye ez a típus akkor fordul elő, hogyha a bőr valamilyen irritáló anyaggal vagy allergénnel érintkezik. Viszketéssel, égő fájdalommal járó bőrgyulladás, amelynek ilyen a klinikai lefolyás az ilyen nagyon különböző lehet. Ugye a foglalkozási betegségeknek a nagy részét képezi a kontaktdermatitis, amely lehet irritatív dermatitis, vagy egy allergiás dermatitis is. Az előbbit általában a bőrt érő direkt irritatív külső faktorok okozzák. Ezzel szemben az allergiás kontaktdermatitisben, az erre genetikai hajlat mutató egyénekben a bőrbarrier zavara figyelhető meg. Ehhez társulhatnak immunológiai, gyulladásos és allergiás részfolyamatok. Az irritatív kontaktdermatitis gyakori, az allergiás formájúnál, gyakran felnőtt korban jelentkezik először, előfordulhat atópiás anamnézis is, akut esetben inkább nedvedző, hólyagos bőrtünetek láthatóak, míg a krónikus esetben száraz, hámló, fájdalmas plakkok figyelhetőek meg, általában az irritációt követően egy ilyen 8-10 nappal javul az állapot, amelyben nem érintkezik a bőr fölött többi a károsító hatással. Ugye dózis függően jelentkezhetnek a tünetek, tehát minél gyakrabban, minél hosszabb távon érintkezik a bőr az őt irritáló tényezővel, annál súlyosabb formában jelentkezhetnek az irritatív kontaktdermatitisnek a tünetei. Ezek a tünetek
inkább körülírt, egy területre lokalizált, nem pedig szóródó bőrtünetek, és inkább fájdalmas, vöröses plakkok, mint viszketőek. Ugye meghatározó lehet még továbbá az életkor, a bőr hidratáltsága, a bőr felszín anatómiai helye, a hám vastagsága és a bőrszín is. Az allergiás dermatitisben elsődleges az allergiát okozó faktor azonosítása és a megszüntetése. Ezek leggyakrabban ugye a fémek, ékszerek, ötvözetek, illatanyagok, kozmetikumok, tartósítószerek, ragasztóanyagok, például hajfestékek, tisztítószerek lehetnek. Gyakori a fekete festékre jelentkező ekcémás tünet, amit a ruhától elkezdve akár a telefonok fekete festéke is okozhat. A beteg bőrének ugye a tartós érintkezése az allergénnel egyre érzékenyebbé teszi a bőrt az adott anyagra, és ezzel egy késői típusú, úgynevezett négyes típusú immunválaszt vált ki. A már meglévő érzékenyített egyénnek az allergénnel való ismételt érintkezésekor jelennek meg majd a tünetei. Diszhidrotikus ekcéma általában a tenyéren, talpon, ujjak között jelentkező nedvedző, vizgető, hólyagas tünetek, amik kiújulásra hajlamosak. Na most kényes területek, emiatt az elvakarás veszélye fokozott, így nagyon nagy a kockázata a felülfertőzésnek. Tehát a fertőtlenítés, illetve a helyileg használt szteroidos vagy gyógynövényes kenőcsök segíthetnek az ekcémán, de mindenképpen érdemes bőrgyógyásszal egyeztetve megtalálni a megfelelő terápiát. Tehát nagyon fontos, hogy ezeknél, ahol már ilyen komoly bőrfertőtlenítés, higiéni szabályoknak a fokozott betartása érvényes, még inkább érdemes elmenni az orvoshoz. Numuláris ekcémánál jellemzően időskorban szárazabb bőrfelületek, általában a végtagokon megjelenő köralakú vöröses foltok képében fordul elő, melyek szintén felhólyogosodhatnak és erősen viszkedhetnek. Aztán a szeborreás ekcéma, gyakran férfiakon jelentkezik az ekcémának ezen típusa, általában az arc, a homlok, a hát és a mellkas érintett, egészen fiatalokon is jelentkezhet, és kapcsolatban áll a fokozott fagyú termeléssel. Emiatt a bőr zsírosabbnak érződhet. Nem ritka, hogy bizonyos kozmetikumokra reagál így a bőr, ezért ezeknek a beazonosítása, és nyilván, hogyha beazonosítottuk, akkor majd az elhagyása sokat tud segíteni ugye a szeborreás ekcéma esetében. Nagyon ritka esetben felmerülhet ugye a HIV-fertőzés tüneteként fiatalkorban, illetve a Parkinson betegség bevezető tüneteként is leírták már idősebbek esetén. Stasis dermatitis vénás ekcémaként is emlegetett kórkép krónikus vénás elégtelenség talaján alakul ki. Ennek megfelelően az erek lefutásának megfelelően láthatóak a tünetek, amire jellemző az alsó végtagi viszértágulat, bőrvastagodás és a pigmentációs zavar. Na most a mozgás és a láb felporcolás segítheti a keringést és az állapotot tudja javítani. Ezek az ekcéma kezelésének a legfontosabb lépcsői, figyeljetek, az elsődleges lépés az irritáló anyagok azonosítása és teljes elkerülése. Allergia esetén bőrgyógyász vagy allergológus által végzett allergiavizsgálat, ami egy epikután bőrteszt igazából, lehetőség szerint kerülni kell közvetlenül az érintkezést az irritáló anyaggal. Igyekezni kell a munkafolyamatokon változtatni, más anyagokat használni, vagy védőfelszerelésben, gumikesztyűben, védőruhában vagy maszkban dolgozni. Alaposan, de gyengéden meg kell tisztítani a bőrt, fontos a megfelelő hidratáltság, fontos a bőr megnyugtatása, érdemes gyógynövényes, kifejezetten ekcémás, atópiás hajlamú bőre kifejlesztett termékeket alkalmazni, ugye amelyek a lehető legkevesebb potenciálisan allergén összetevőt tartalmazzák. Fontos naponta hidratálni a bőrt, hatásosak lehetnek a gyógynövényes balzsamok is, hatásuk azon alapul, hogy a bőrünk ugye anyagcserét folytat és felvesz anyagokat, így képes arra, hogy a krémekbe kevert hatóanyagokat is felszívja és eljutassa a bőr alatti rétegekbe. A bemasszírozható kezelésnek a legnagyobb előnye, hogy a krémben lévő gyógynövény hatóanyag
teljes egészében oda kerül, és ott fejti ki a hatását, ahol szükség van rá. Ugye gyógynövényes balzsamok tekintetében a legjobb választás a magas hatóanyag tartalommal rendelkezőek. Ilyen készítmény a Hírvitának a Dermasoft Extra balzsamja is, ami ekcémás panaszokra kitűnő. Jó hatással lehet ugye a hosszú áztató fürdések helyett inkább zuhanyt használni, illetve a pamut ruhák viselése szintén segíthet az állandó izzadás, a rossz minőségű ruhanyagok ugye ronthatják a tüneteket, illetve még amire oda kell figyelni, sportolásnál érdemes laza, lélegeztető ruhát viselni, ami elvezeti az izzadságot, és ugye utána hamar lezuhanyozni, mert a bőrön maradó izzadság tovább irritálhat. Remélem, hogy tetszett a videó, hogy igen, akkor lájkoljátok, osszátok meg, és legyen nagyon szép napotok, sziasztok!